Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán! Ma újra próbálunk egy ringpult ezekkel a Printex Fluid Art Acryl Pouring festékekkel, méghozzá a következő színekkel, ilyen gyöngyházkékkel, arannyal, sötét magenta, és az utolsó az egy ilyen sötét kék lesz. Ebben a sorrendben fogom őket ebbe a kis pohárba önteni. Mivel itt csak egy 20x20-as vásznom van, ezért elég, hogyha ezt a kis poharat teleöntöm. Ahogy a múltkori ringpoolnál említettem, ma úgy szeretném kipróbálni, hogy csak a szélét fedem be fehérrel. Itt van egy fehér keverékem, aminek a receptjét a leírásban megtaláljátok. Ez nem a Printex festékektől a fehér, hanem ez egy saját fehér keverék, Amsterdam festékből és Floetrollal. Ezt csak ide a szélére fogom önteni. Tehát most úgy fogom kezdeni, hogy először az összes festéket két rétegben beleöntöm ebbe a kis pohárba, és utána kiöntöm a vászonra, és miután kiöntöttem a vászonra, a szélét befedem ezzel a fehér festékkel. Vágjunk bele!
Ez lett a végeredmény, ami egyből feltűnik, hogy mivel a fehéret csak a ringpool köré öntöttük, szélén jöttek fel ezek a fehér cellák, pont ez volt a lényege is. Elégedett vagyok a végeredménnyel, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, írjátok meg a kommentbe, hogy ti mit gondoltok erről a képről, mit gondoltok ezekről a festékekről. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!